Sziasztok, szeretettel köszöntök mindenkit, ez itt a Dobbantó, én Bojzsó Zoltán vagyok, és ma egy terapeuta előadását fogjuk meghallgatni a gyógygombákról. Én többek között ő hozzájárok, hogyha valami problémám van, és nem bántam meg még soha. Proitiné Kurali Editnek hívják, és át is adnám neki a szót, és kíváncsian várjuk, hogy milyen tapasztalataid vannak neked a gyógygombákról. Sziasztok! Mindenkit szeretettel köszöntök, és köszönöm a lehetőséget, hogy megtarthatom ezt az előadást. Azt már egy előző dobbantóban meséltem nektek, hogy én 2012-ben csatlakoztam a DXL-höz, a dr. Farkas Anikó jóvoltából, ő a mentorom, és ugye több mint 7 éve fogyasztja a család, az ismerősök a gyógygombákat, és azóta figyelem a hatásait. Nagyon szerencsés embernek érzem magam, mert veletek együtt olyan kiváló emberektől tanulhattam, mint Dr. Lim, vagy Jane Yao, vagy Dr. Rajesh Savera, Dr. Csizmadia Beáta, Dr. Deák Sándor, illetve most a ganoterapeuta képzésen Harmad Katalintól, és nekem rengeteget adott a fejlődésemhez a Kecskés István vezette DXN fogyasztói fórum is. 31 évet dolgoztam kórházba, abból közel 20 évet kardiológián, úgyhogy engem elsősorban a szív- és érrendszeri betegek szoktak megtalálni, úgyhogy nekem szívügyem a kardiológia. Amit azonban szeretnék mindenképpen elérni, és tulajdonképpen ez a ganoterápiának és az elsődleges alapelve, hogy a megelőzést propagáljuk, az legyen az elsődleges, hogy minden családhoz eljusson az egészségtudatosság, illetve hogy a gyógygombákkal hogy tudjuk magát, az egészséget megőrizni. A másik, ami nekem nagyon fontos, hogy mind a hagyományos orvoslás, mind a természetgyógyászat kéz a kézben tudjon működni. Ne csak akkor legyen szükség a ganoterápiára, amikor már egy meglévő állapotot kell kezelni, vagy ne adj Isten egy súlyos betegségnek az utolsó stádiumát, vagy esetleg a szövődményeket kelljen kitolni, hanem valóban tegyünk már most az egészségünkért. És számomra az a csodálatos a DXN-ben, ugye tudjuk, hogy 26 évvel ezelőtt alapította meg elnök úr, tehát 26 év tapasztalatát tudja átadni nekünk, és emellett Magyarországon 10 éve, a 10 éves évfordulót ünnepeltük meg, tehát a vezetőink jóvoltából lassan tinédzserkorba ér az a generáció, akik már szedték, illetve szedik a gyógygombákat. A WHO szerint, ugye 1976-ban megtörtént az a deklaráció, hogy az egészség az a teljes testi, lelki, szociális jólét állapota, és ezt kiegészítették azzal, és talán ebben áll az egésznek a sarokpontja is, hogy az egyének a felelőssége az, ami nagyon fontos. Tehát az, hogy neki kell tennie az egészségért, hogy az nem úgy csak úgy az ölünkbe. Azt mindannyian tudjátok, hogy befolyásoló tényező, akár a mindennapi étkezési szokásaink. Ugye Márai Géza professzor tanulmányát mindenki ismeri, hogy egyre kevesebb tápanyag van az adott zöldségekbe, gyümölcsökbe, és nagyon sok savasító ételt is fogyasztunk. És a legelső talán, amit meg szeretnék említeni, hogy a ganoderma a leglovosabb, és az a 400 hatóanyag, amit tartalmaz, az tulajdonképpen megadja nekünk azt a szabadságot, hogy így mondjam, hogy többfajta korosztálynak és többfajta állapotra is tudjuk javasolni.
És azért is fontos, hogy a DX-en termékei mellett döntöttem, legalábbis számomra azért fontos, ugyanis a ganodermának a két fajtája, tehát a 14 napos micélium, illetve a 3 hónapos ganoderma külön-külön is adható. Tehát van olyan korosztály, mondjuk akár az újszülött kortól a tinédzserkorig bezárólag, amikor tudom, hogy a GL az, amit előtérbe kell helyezni, hiszen az ő rendszerükben még az RG-nek, a méregtelenítésnek nincs olyan nagy szerepe, mint akár a fiatal felnőtt kortól fölfelé, hogyha megyünk a korcsoportokba. Ami nagyon fontos még, hogy talán emlékeztek rá, nem tudom, melyik szemináriumon Mátrai Szilárd húzott elő egy tasak kávét, és kérdezte a hallgatóságtól, ugye, hogy mi az, amit látunk. És ugye mindenki mondta, hogy ez a fekete kávé, és ő mondta azt, hogy ez egy gyógyszergyári minőségben előállított biotermék. És valóban ez is egy ok volt az én számomra, az, hogy a csatlakozás mellett döntöttem, hogy olyan prémium minőségű, napi fogyasztású, tényleg funkcionális élelmiszereket kapunk a kutatás által, ami a szervezetünk számára fontos. Ahhoz, hogy javulás álljon be a szervezetbe, ahhoz amellett, hogy életmódot kell váltanunk, amellett ugye szóba jön a ganoterápia is. Hogyha azokat az eseteket nézem, amivel én találkoztam, vannak olyan problémák, amik élettani körülmények között is megvannak, tehát arra gondolok, hogyha valakinek nagyon alacsony a pulzus száma, ez jellemző akár gyermekkorban, vagy előfordulhat sportolóknál is. Ugyanakkor természetesen megvan tünetgyanánt akár egy alacsony pajzsmirigy működésnél, de számos egyéb oka lehet, és gyógyszer is okozhatja. Na most ugyanennek a fordítottja, amikor nagyon magas a pulzus szám, az is lehet élettani, tehát lehet akár csecsemőknél, akár kisgyerekeknél, de akár egy stresszes állapotba, vagy egy ilyen előadás tartásánál is, tehát amikor jócskán 100 vagy a fölötti pulzus számot tudunk mérni, de ennek is megvannak a kórélettani vonatkozásai, hogy akár egy pajzsmirigy túlműködésnél, akár egy szívbetegségnél, akár egy láznál, ugyanúgy, vagy egy vérzésnél soknál, ugyanúgy meg fog emelkedni, vagy egy vérszegénységben ugyanúgy meg fog emelkedni a pulzus szám. Természetesen azoknál az állapotoknál, amik nem élettaniak, mindenképpen lehet és kell is javasolni a ganoterápiát. De ha abból indulsz ki, hogy volt olyan esetünk, hogy egy gyereket hoztak kardiológiai vizsgálatra, és sajnos egyre többet, úgy jutottak el hozzánk, hogy sportorvosi vizsgálaton szűrték ki őket. Nagyon magas pulzus számmal, természetes, hogy ilyenkor indokolt a kardiológiai vizsgálat, és minden vizsgálati eredménye negatív lett. Ami annyit jelent, hogy a hagyományos orvoslás szempontjából nem igényel semmilyen kezelést. De látod az anyát, aki elhozta, és feszült, és ideges, és bár a gyereknek nem voltak kifejezetten tünetei, nem élte meg ezt a magas pulzus számot, hogy így mondjam, mégis nagyon jó hatással volt rá mind a spirulina, és mind a GL. És ez azért is fontos, és ez hozzátartozik a történethez, hogy a gyerek focizott.
Tehát egy gyerek, aki amúgy is ugye tudjuk azt, hogy az iskolai tanórákon mennyit kell teljesíteni, tudjuk azt, hogy még a sportba is kell teljesíteni. Nem csak azt a részét tudtuk megfogni ennek a tünetnek, hogy a pulzus száma közel normál tartományba került, hanem azt is, hogy egy sokkal minőségibb változás jött létre a mozgásba, a focizásba, sokkal jobb lett az erőnléte tőle. De vannak olyan élettaninak mondjuk a különütéseket is, ezt majdnem azt mondom, hogy mindenkinek van. Úgy szokták leírni nekünk, hogy olyan, minthogyha remegne a szívem, olyan, mint a pillangók táncolnak, vagy Úristen, minthogy egy hatalmas nagy dobbanást érzékeltem volna, és ezek a különütések is élettani körülmények között is jelen vannak. Nem kell hozzá semmilyen egyéb betegség, vagy állapot, vagy gyógyszeres beavatkozás, de ami itt nagyon szembetűnő, az az élvezeti cikkeknek a használata. És sajnos itt a gyerekekre is gondolok, és a felnőttekre is. Aki szereti egészségére igye az energiaitalokat, de sajnos sok gyereknél tapasztaltuk már 10 éves korban a hozzászokást. Amikor bejön, látom a föltett monitornak a képén, hogy tele van különütésekkel, remeg a kis keze, igen, ő neki minden nap kell az a plusz adrenalin, amivel tovább tudja vinni a napját, és sajnos ugyanezt tapasztaltuk a felnőtteknél is, amikor kint voltunk egy üzembe, és riasztottak minket, hogy menjünk, mert rosszul lett valaki, és elájult, és kiderült az, hogy előző nap is dolgozott, az estét még egy másodállást bevállalt, és a reggelét úgy kezdte el, hogy egy 1,5 literes energiaitalt ivott meg 2 óra leforgása alatt. Most egy 2 decis energiaitalban 3 adag koffein van, 3 adag kávé. Akkor egy 1,5 literest, hogyha beszorzunk, mert hogy ő nem bírja másképp ezt a strapát. Na most erre kaptunk választ többek között a ganoterapeuta képzésen, hogy akár a gyereknek, és most nem kell, hogy energiaitalt fogyasszon, lehet egy egyéb stresszreakció, akár egyetemistáknál egy vizsgaidőszak, vagy ha a saját tinédzser gyerekeimből indulok ki, amikor naponta 6-7, esetleg 8 órájuk is van, nagyon jól bevált ennél a korosztálynál, hogyha a fiatal gombát, a Lion's Mane, az oroszlán sörény gombát, illetve a spirulinát adjuk, mert mindegyik egyrészt segíti a kis ereskeringést, tehát a sejteket oxigénnel látja el, ugye az oroszlán sörény segíti az agyi funkciókat, a spirulina pedig tápanyagot biztosít. De ugyanezt elmondták nekünk, talán zöldvérnek, vagy zöldsárkánynak mondta a Kati, felnőtteknél ki lehet próbálni, hogy a ganodermás kávét, a morinzit, a spirulina port, és a kordipányt összekeverni, és azt meginni, és ugyanolyan erőnlétfokozó, és mégis egy természetes megoldást nyújtottunk, és nem pedig olyat, ami esetleg majd később sajnos szívérrendszeri betegséghez, vagy akár a szívnek a kiboltosulásához is vezethet. Fontos az, hogy egyéb technikákat is ajánlhatunk, hogyha ennyire magas, illetve ennyire alacsony a stressztűrő képességük, akár a meditáción, a jogán, az olvasáson, zenehallgatáson, a
vagy egyszerűen a mozgáson keresztül bármi, ami erőnlétet is fogadni, és a szervezet számára fontos, ugyanakkor meg is nyugtatja az illetőt. Azért fontos az életmódváltás, mert egy picit majd szeretnék nem csak az alacsony, hanem a magas vérnyomásról is beszélni, és ha csak egy 5-10%-os testsúlycsökkenést tudunk elérni, akkor az már abban segít, hogy egyrészt a vérnyomás lejjebb fog venni, a vércukor értékei normalizálódhatnak, hogyha abba a stádiumban van, illetve a vérzsír értékei és a normál tartományba mehetnek vissza. Emellett ugye olyan nyervele, hogy enyhébbek lesznek akár a hát, vagy térd, vagy boka fájdalmai, vagy egyszerűen a fáradékonysága csökkenni fog. Egyet kell tudatosítani, hogy azt, amit ő évek alatt rontott el, úgymond, azt nem lehet egy pillanat alatt visszahozni. Tehát sem az életmódváltás, sem a ganoterápia nem abból áll, hogy beveszek egy kapszulát, vagy egy hétig betartom ezeket a javaslatokat, és utána ugyanazt folytatom, amit eddig. Azt úgy hívják, hogy diéta vagy fogyókúra, tehát hogy csak egy bizonyos ideig tart. És fontos az, hogy az életmódváltásnál is a fokozatosságra törekedni. Akkor, amikor jönnek hozzám állapotfelmérésre, akkor igenis megkérdezem azt, hogy milyen munkakörülményei vannak, milyen életkörülménye, milyen a napi ritmusa, milyen egy napi étkezése, mert ehhez mérten kell majd beállítani azt a terápiát is, hogy ő ahhoz elköteleződjön, és hosszú távon végig is vigye. És ha csak annyit tesz meg, hogy az eddig elfogyasztott táplálék mennyiségének a 20%-ával csökkenti le az adagját, ha elkezdi, eddig nem mozgott semmit, de elkezd egy héten legalább 2 alkalommal, aztán majd növelheti hetente, 2 hetente, de legalább elkezdi egy sétával, vagy egy kerékpározással, vagy bármi olyan, akár hobbi sporttal, ami majd rendszeressé válik az életébe, és már kimozdult a komfortzónájából. És ami meg fontos lenne az, hogy ne egyedül, hanem legyenek mellé társai, akikkel sokkal könnyebben megy majd ez az életmódváltás. Ugye a 3 pillére ennek a táplálkozás, a mozgás, illetve az új szokásoknak a fölvétele, ami tudjuk, hogy legalább 28 nap ennek a kialakulása, elnézést. És az egészséges életmódnak az alappillérei, az első a méregtelenítés. Itt a csoportban is nagyon sokan megosztottátok már, hogy mi az, ami számotokra a megfelelő. Én a Mycoveggie-t szoktam ajánlani. Ugye ez gyógynövények, gyógygombáknak a keverékéből áll, és olyan hatása van az emésztőrendszerünkre, hogy mint egy fésű végigpásztázza a bélbolyhokat, és az ott lévő káros anyagokat ugye kiviszi. Ezt csak úraszerűen szoktam javasolni 3 hétig, őszi, illetve a tavaszi időszakba, és emellé jön még a helyes táplálkozás. A helyes táplálkozásnál nem szoktam diétákat javasolni, rengeteg van mindenkinek, ami közel áll a szívéhez, azt szoktam javasolni, hogy akkor az, de nekem első körbe, ami tetszik, és amit szoktam javasolni, nem tudom mennyire látszik, ez az okos tányér
módszer, ami annyit jelent, hogy a tányérodnak a felét, azt zöldségek, zöldségfélék, párolt zöldségek teszik ki. A tányérnak a másik fele el van felezve. Az egyik felébe van a hús, tehát fehér húshal, amit szívesen fogyasztasz, és a köret tulajdonképpen a másik egyharmad része. Akkor, amikor szeretnénk, hogy a túlsúly hamarabb elinduljon visszafele, akkor a zöldségfélének ezt a féltányér részét tovább lehet vinni, tehát akkor majd, hogy nem háromnegyed része a zöldség, és egynegyed része marad csak a fehérje fogyasztása. Tehát ez is egy lehetőség. Az a fontos, hogy ő bele tudja a napi életvitelébe ezt kapcsolni. A következő alappillér ugye a fitoterápia vagy ganoterápia, a mozgás, a megfelelő pihenés és alvás, hogy töltődjünk is, és amik befolyásolják az egészségesnek mondható táplálkozást, tehát függ az életkortól, függ a jelenlegi egészségi állapotától, fiziológiás állapot, mert nyilván egy várandós kismamának is mást fogsz javasolni, függ az eddigi életmódjától, hogy azt hogyan tudjuk megváltoztatni az egyéni adottságaihoz, és az egyéni adottságaitól is. És ami kritérium lenne a táplálkozásával kapcsolatban, és szerintem mindegyikünknek a táplálkozásával kapcsolatban az, hogy ne okozzon egészségkárosodást. Ezzel kapcsolatban, hát ez már több mint 20 éves történet, ugye, nem mondjuk látszik is rajtam, de világéletemben, hogy okuráztam, de most már életmódot váltok. És ez, nem is tudom már, talán űrhajós diétának hívták, ez egy 10 napos történet, azóta iszom cukor nélkül a kávémat, ugyanis a minden reggel 2 deci fekete kávé volt az engedélyezett. És ugye akkor még 3 műszakban dolgoztam, és a végére úgy kiderítettük, mert többen is megcsináltuk ezt a diétát, hogy amit ígért, azt megkaptuk. Tehát ígérte a 10 nap alatt az 5-10 kiló fogyást, attól függően, hogy kinek mennyi súlyfeleslege volt, és azt, hogy 3 éven keresztül, tehát 3 éven belül ez a súlymennyiség, ez nem fog visszajönni. Ez így is van. A bökkenő az volt az egészben, hogy kiszámoltuk a végére, hogy ez alatt a 10 nap alatt napi 400 kalórián csináltuk végig a műszakjainkat, és ettől az alapanyagcserénk az annyira tönkrement, és lett egy kezdődő gyomorfekélyem is, hogy valóban 3 évig örültem, hogy egyáltalán visszatudtam fordítani a folyamatot, és valóban nem jött vissza az a 10 kiló, tehát ezért nincsen az én számomra értelme a divatdiétáknak, hanem akkor egy jó szempontok szerint összeállított életmódváltásnak sokkal nagyobb pozitív hozadéka lesz. Tehát akkor ne okozzon egészségkárosodást, az, hogy a hétköznapokban is bárki meg tudja valósítani. Tehát bárhol dolgozol, tud magaddal vinni azt a kis elemózsiát, amit arra a napra szántál. Ízletes legyen, jól nézzen ki, jó közérzetet biztosítson, alkalmazkodjon a bioritmushoz. És ez azért is fontos, mert aki több műszakban dolgozik, annak ugyanúgy változik a bioritmusa is, és akkor ehhez mérten kell beállítani ezeket a napi adagokat, és ami a legfontosabb, hogy elegendő folyadékbevitellel járjon. Én a diétákat nem, diétákkal nem szeretnélek benneteket untatni, ami viszont nagyon fontos, és talán nálam sokkal többet tudna
mondani a mozgás szerepéről Cérna Szabolcs, de az életmódváltáshoz egy nagyon fontos pillér. Rengeteget nyerünk vele, több energiát, nagyobb állóképességet, az, hogy egy sokkal jobb közérzet lesz, hogy mélyebb lesz az alvás tőle, hogy energikusak leszünk, és egy sokkal erősebb izomzat és csontrendszer lesz az eredménye. És akkor, amikor javasolunk sportot is, itt is figyelembe kell venni az életkorát, azt, hogy jelenleg hol tart. Lehet, hogy még soha nem végzett semmilyen aktív mozgást. Tehát akkor itt is inkább azt mondom, hogy a fokozatosságra és a folyamatosságra kellene helyezni a hangsúlyt. És amiben szeretnék elmesélni nektek, az pedig tulajdonképpen az egyik páciensem, aki én úgy gondolom, hogy a barátom is több mint 2 éve ismertem meg, és magas vérnyomás betegségben szenved, illetve hát magas vérnyomás betegséget állapítottak meg nála. Nem fogom elmondani a magas vérnyomásnak a kritériumait, meg a okait, mert tudom, hogy mindegyik ötök tisztában van vele. 3 olyan tényezőt szeretnék kiemelni, ami azért fontos, hogy lássuk, hogy a ganoterápiának mekkora szerepe van itt akár a megelőzésben, akár pedig a terápia során. Az egyik a vérereknek a tágassága. Tehát, hogyha egy megfelelő átmérőjű érhálózat van, abba szabadon tud áramolni a vér, és ekkor tudja az összes életfontos szervet ellátni, ami azért fontos, mert annyira szépen van megalkotva, tökéletesen van megalkotva a szervezetünk, hogy akkor, amikor baj van, akkor a 4 fontos szerv az agy, mint karmester, és ugye kapja a megfelelő mennyiséget a szív, hogy tudja a keringést biztosítani, a tüdő, hogy az oxigéncsere meg legyen, illetve a vese, hogy a kiválasztás megtörténjen. És a másik, ami központi szerepet játszik, az pedig a vérnek a térfogata. Tehát, hogy megfelelő mennyiségű vér keringjen a szervekbe, illetve a szívnek a pompa funkciója, hogy egy olyan erős szívizomzat legyen, ami képes minden egyes sejthöz elpumpálni a megfelelő vért. Na most azt is tudjuk, hogy 95%-ba nem tudjuk, hogy mi miatt alakul ki a magas vérnyomás, tudjuk azt, hogy szerepet játszik benne az elhízás, tudjuk azt, hogy elsősorban a nőknek a betegsége, belejátszik a stressz, akkor a dohányzás, az alkoholfogyasztás, a nem megfelelő étkezési szokások, a testmozgás hiánya, illetve vannak olyan betegségek, akár a cukorbetegség, akár bármilyen endokrin betegség, ami magával hozza, sajnos annak a hozadéka lesz majd a szívbetegség, és vannak, amikor tudjuk az okot, az érelmeszesedésnél például, amikor ennek a szövődményeként vagy következményeként alakul ki a stroke, vagy a krónikus vesekárosodás, vagy bizonyos gyógyszerek is kialakíthatják. Na most ugye régen tankönyvi példa szerint azt mondtuk, hogy a magas vérnyomás betegségnek a tünetei, a fejfájás, az orvérzés, a fáradtság, a szívdobogás érzés, a látászavar, hát mostanában ezt nem tapasztaljuk. Viszont azt egyre sűrűbben, hogy azért jön be a páciens felháborodva, mert hogy elküldte a körzeti orvosa, mert hogy ő neki magas a vérnyomása, és amikor
nem csak rendelői körülmények között mérsz 230/120-as vérnyomást, hanem hazaviszi a 24 órás monitort, és annak az átlagértékei messze a normálison túlmutatnak, akkor bizony bármennyire is nem éli meg ezt a magas vérnyomást, és ez a sokkal rosszabb dolog, akkor is el kell kezdeni a kezelést. De nem szeretnék ennyire előreugrani, amit szeretnék még ezzel kapcsolatban elmondani, hogy a vérnyomásnak is van egy napi ingadozása, éjszaka alacsonyabb, és reggel tetőzik, tehát akkor a legmagasabb. Ez akkor is így van, hogyha valaki egészséges és megméri, a napi ritmus ez így hullámzik. A másik pedig az, hogy befolyásolja ugyanúgy a stressz, a táplálkozási szokások, bizonyos gyógyszerek, betegségek, és ugye, amit a kezelésnél is elő szoktak írni, több stádiuma van a hipertóniának is, és van, amikor valóban elegendő az, hogy életmódot váltson, és ez az 5-10%-os testsúlycsökkenés, ahogy előbb is említettem, elegendő lesz ahhoz, hogy egy normál vérnyomás érték, egy jó stádium és egy karbantartható vérnyomás alakuljon ki. De itt is fontos az, hogy ugyanúgy járjon akár a házi orvosához, akár a kontrollvizsgálatokra, mert ezt ugyanúgy időnként ellenőrizni kell, és ugye ez csak akkor lesz tartós, hogyha valóban megtörténik az életmódváltás, és szinten tudja tartani. A ganoterápia szempontjából, ami elsődleges, és a szívre hat ebbe az esetbe, amit mi alapnak szoktunk mondani, tehát a GL, a fiatal gombát, az RG-t, az idős gombát, illetve a spirulinát, mint alapot mindenkinek lehet és kell is javasolni. Kis adagba kell elkezdeni, és folyamatosan lehet föltitrálni akár 6 párig a GL-t, illetve az RG-t, és a spirulinából is 5-8 10 tabletta spirulinát vehet. Itt viszont föl kell hívni a figyelmét, és ez is saját tapasztalat, hogyha nem iszik mellé elegendő mennyiségű folyadékot, tehát nincs meg az a napi 1,5-2 liter folyadék, akkor nem történik meg olyan jó ütemben egyrészt a méregtelenítés, másrészt viszont olyan tünetei lesznek, mint a fejfájás, mert ugye a spirulina vinné magával a méreganyagokat, ugyanúgy az RG is szeretné méregteleníteni, de ahhoz folyadék kell. És ezért van az, hogy egy pár napig, illetve addig, amíg a konzultáció nem történik meg, vagy nem hív fel, hogy ilyen problémáim vannak, és nem derül ki, hogy nincs meg az elegendő folyadékmennyiség, akkor ez a fejfájás bizony addig megmaradhat. A következő lépcső az, amikor már emelkedett a vérnyomás tartósan, és gyógyszert is írtak ki, akár egy tablettásan, akár kombinációban, de nincsenek még szövődmények. Ebben az esetben, ugye, hogyha a Jane Yao által felállított 5 pillér rendszert nézem, ugye az egészséges, tehát az egészségnek az 5 pillére, az első az a pH egyensúlynak, a szervezet pH egyensúlyának a helyreállítása, amihez az tartozik hozzá, hogy megváltoztatja a táplálkozási szokásait, tehát 4 rész lugasító étel és 1 rész savasító étel, és emellé bejönnek az enzimitalok, akár a morinzi, akár a kortipány, de ugyanúgy ebbe a csoportba is beletartozik a spirulina. Nem csak a
méregtelenítő hatása véget, és akkor bármelyiket, ha javaslod, 20-20 ml-t lehet belőle, tehát akár a kordipányból, akár a morinziből, 20-20 ml-t 2 deci vízben lehet javasolni, illetve a következő pillér, a vérkeringésnek a javítása. Ebbe a csoportba tartozik bele az öreg gomba, az ergé, a cordyceps, ami ugye segíteni fogja a szív saját keringését is, ami által egy jobb pumpafunkció fog létrejönni. Aztán ide tartozik még az oroszlánsörény is, ami a mikrocirkulációt, tehát a kis sejtes keringést, illetve a jobb oxigén felvételt is fogja szabályozni. A harmadik pillér az az immunrendszernek az erősítése. Ide tartozik a fiatal gomba, az oroszlánsörény gomba, illetve a cordycepset is ide sorolhatjuk, és a testoxigén tartalmának a növeléséhez, mint negyedik pillér, ide pedig a spirulina, a fiatal gomba, és szintén a cordyceps jön. Az ötödik pillér pedig maga a stressz küszöbnek az emelése, ide jön a spirulina, a morinzi, az oroszlánsörény gomba, illetve az ergé, az öreg gomba. Na most, amikor az első stádiumnál tartunk a magas vérnyomás kezelésébe, ugye először adtuk az alapot. Ennél az emelkedettebb értéknél jó hatású az, hogyha már reggel, este két-két párral kezdünk, tehát reggel 2 GL, este 2 RG, a spirulinát ugyanúgy adhatom 5-8 spirulinát, de itt is fontos az, hogy ha nem is naponta 3-szor, de napi rendszerességgel legyen a vérnyomásmérés, és én meghagyom az orvos kompetenciájának, hogy ő fogja lejjebb venni a vérnyomás csökkentőnek az adagját, mert ezzel a terápiával nagyon szépen, egyenletesen be lehet állítani a vérnyomásnak az értékét. Ugyanúgy adhatunk mellé morinzit is, meg adhatunk mellé cordycepset is. Ez mind attól függ, hogy a magas vérnyomás betegség, ami ugye nem szokott egyedül jelentkezni csak magába, tehát hogy vannak-e egyéb más társbetegsége. A következő stádiumnál már, amikor több éve fönnáll ez a magas vérnyomás betegség, sajnos megjelennek a szövődmények, tehát biztosan, hogy a vese, erek károsodni fognak. Ezáltal a vesének a tisztító működése is károsodni fog, ami elindít egy olyan kört a szervezetbe, hogy megjelennek az ödémák. Először csak észreveszi a lábfején, ugye a gravitáció miatt mindig ott jelenik meg. Először ezekben az esetekben, és először a szervezet még megpróbál kompenzálni, de amikor már nem tud, és ezek az ödémák annyira zavaróak, hogy adott esetben nem csak a lábfejed, de egy egész lábszárat is érinthetnek, vagy nehéz légzés is társulhat, ami a keringésnek a másik részét érinti, akkor már a meglévő gyógygombák mellé bejön a pórias gyógygomba is, ami azt a célt szolgálja, hogy a vízterekből, nem csak a nyirokkeringésből, tehát ami kint van a sejt között, azt ő szépen összegyűjti, hosszú folyamat, legalább 6-8 hét, amíg elérje a hatás maximumát, de utána ez egy folyamatos hatás lesz, és segítünk abban, hogy ezek az ödémák leapadjanak.
és ennek legalább, tehát ugyanúgy be kell állítani, hogy egy kanállal, aztán emelet két kanálra, három kanálra többet nekünk a Kati nem javasolta a ganoterápiába, de ezzel a terápiával, illetve hogyha van még egyéb betegség, mert akiről én mesélek nektek, őnek is sajnos egyéb más betegségei is vannak, de ezzel 7 év óta elértük azt ezzel a terápiával, hogy nem romlottak a vesefunkciós értékei, nagyon fegyelmet követel a pácienstől is, tehát ami folyadékbevitel elő van írva, ami gyógyszer ugye elő van neki írva, és ami ganoterápiát beállítottunk hozzá, és az étkezési szokásainak a megváltoztatásával toljuk azt, hogy neki romoljon az állapota, illetve új szövődmények alakulhatnának ki. Én ennyit szerettem volna nektek ma mesélni, és nagyon szépen köszönöm a lehetőséget Zoliéknak.